megy. Halihó, sziasztok! Itt egy Robi, pmrradio.hu Most nem otthonról és az asztalról videózok, hanem kijöttünk Lábdiba, a Herceg Ferenc strandra, ahol mi is van? Ökoturisztikai látogatóközpont. lacit hallhattátok, ő egy túravezető, és ö, itt szeretném nektek bemutatni a Motorola T92H2O-nak az extra tulajdonságát. Ugye ez egy vízálló ö, PMR rádió, Teljesen vízálló, úszik a vizen, plusz ha víz beesik, akkor alul a lámpa beaktiválódik. Ugye, és akár fél órán keresztül is tud a víz alatt lenni egy fél méteres mélységben. Tehát kifejezetten vízis portokhoz és ö, vizes környezetbe lett tervezve, de nézzük meg, hogy hogyan működik ez a valóságban. Úgyhogy, Laci, kérlek, etessünk be a halaknak! Hát mint látjátok még egy picit repülni is tud a rádió egy kis segítséggel. Úgyhogy most megnézzük, hogy... De ha benszakad... Oh! Reméljük, nem valami rabló csuka fog erre járni, és fogunk valami rettenetes balatoni halat. Oh, jó Úgyhogy mint látjátok, úszik a vizen, főleg hogyha egy picit hagyjuk. Tehát úszik a vizen a rádió, hogyha ki esik a csónakból, vagy kiesik a kezünkben, kezünkből a rádió, akkor nem kell utána ugrani, mert nem fog elmerülni, a saját akkumulátorával úszik. Úgyhogy Laci, kérlek, egy picit ki kijebb. Egy ugye a sárga színvéget könnyebb észrevenni, plusz az alján lévő lámpa is beaktiválódik. És itt egy picit hagyjuk Nemrég olvadt el a jég a Balatonon, és nagyon szép tiszta itt a Herceg Ferenc strandon a víz. Tehát, mint látjátok, feljön a víz tetejére a rádió, nem fog elmerülni. De vegyük ki, és nézzük meg, hogy milyen a hangja. Egy picit tompább a hangja vízezés után, mindegy egy ö, teljesen száraz rádiónak. De, ugye... Ö, maga a készülék kialakítása már újabb, mint a régi. Mint látszik itt a régi, ennek csak ugye kisebb lukak vannak a hangszóró résnél. Itt ugye sokkal nagyobbak és könnyebben kijön belőle a víz. Ha most beleszólok egy másik rádióval, akkor tompa hangja lesz. Haló, haló, egy, kettő, három. Haló, haló, egy, kettő, három. Az én hangomat lehet, hogy hangosabban lehetett hallani, de hogyha megütögetjük, akkor még mindig hallatszik, van benne víz, de már használható maga a készülék. Tehát a mikrofon hang az teljesen tökéletes. Hangszóró hang is kezd visszatérni a, a normál használathoz, úgyhogy pár perc szárítás után és egy kis rázogatással rásegítve könnyen kijön belőle a víz és utána azonnal használható és mint látjátok még mindig villog az alján a lámpa ez akkor fog megállni hogyha kikapcsoljuk vagy hogyha megtörölgetjük a, a, az alsó részét is, nem érzékel nedvességet a két érintkező de kijelzőt megtörölve belül nincs víz ugye a az összes rögzítésnek rendesen a helyén kell lenni, az USB töltőnek is, és fölül a headset csatlakozót is jól visszanyomtuk, tehát nyugodtak voltunk, és reménykedtünk benne, hogy épségbe kijön a vízből, de kijött és működik, úgyhogy ez a teszt, ez most jól sikerült. Kiszárítjuk a rádiót, hagyjuk egy pár percig a napon, és megnézzük, hogy milyen lesz a hangja, és egy következő videóban pedig bemutatjuk addig is. Sziasztok, én voltam egy Robi, pmnradio.hu, innen Balaton, lábdiból a Herceg Ferenc strandról, ami az ökoturisztikai látogató központ is egyben, úgyhogy köszi nekik a segítséget. Na, sziasztok!